Mindent egy lapra tett fel Ukrajna. Elindult az F-16-os pilóták kiképzése, de idén már nem lesznek bevethetők az új vadászgépek. Egy új tanulmány szerint pedig elszámították magukat a nyugati elemzők Oroszország stratégiai céljaival kapcsolatban. Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a Háborúk hírei című rovatunk, amelyben a múlt héten Kulifai Máté lapszerkesztő kollégám segített összegyűjteni friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat Ukrajnából és a világ más konfliktuszónáiból. Köszönöm ezúton is a segítségét, önöknek pedig a megtisztelő folyamatos figyelmet. Ukrajna ólint mondott az offenzívában, beküldték a legjobb egységüket a darálóba. Ukrajna bevetette a 82. légidandárt is a támadásban, amely az ukrán hadsereg legjobban felszerelt kiképzett egységének számít, írja az Insider hivatkozva a Kiev poszt korábbi értesülésére. Ez az egység egyik Tartalékban volt. Az Insider szerint a Dandár kulcsfontosságú sakbábú lehet a mostani offenzívában. Michael Clark biztonságpolitikai szakértő azt mondta a portálnak. Mindez azt jelenti, hogy Ukrajna az összes zsetonját feltette az asztalra. Az Insider szerint korábban néhány kiszivárgott dokumentumból kiderült az, hogy ez az egység kapott meg nagyon sok Ukrajnának átadott modern nyugati eszközt hozzájuk került többek között 90 brit striker, 40 német marder, 24 amerikai M113-as harci jármű, továbbá 14 darab a brit Challenger harckocsikból is. A Forbes korábban ezek miatt szinte nevetségesen erősnek nevezte a dandárt, mivel a NATO által leszállított legjobb gyalogsági járművek fele hozzájuk került. A harcszéri jelentések szerint a 82. dandár robotine térségében harcol jelenleg. A település egy részét nemrég foglalták vissza az ukránok, és onnan próbálnak meg tovább nyomulni déli irányba, Melitopol felé. Áttörő eredményt jelentett Bezelenszki elnök a fegyverszállításokkal kapcsolatban. Az ukrán államfő, aki a hétvégén Svédországban tartózkodott és grippenvadászgépeket kért a svédektől, videóüzenetében arról beszélt, hogy sikerült új eredményeket elérniük. Zelenszki azt mondta, fontos megállapodásokat kötöttek, különösen az ukrajnai fegyvergyártást, valamint a grippen vadászgépek ukrán pilóták általi tesztjének megkezdését illetően. A fegyverek a legfontosabbak a katonáinknak. Ma ezen a téren sikerült nagyon is szükséges eredményeket elérni, mondta az elnök, ismertetve, hogy a megállapodások értelmében svéd CV-90-es gyalogsági járművet gyárthatnak majd Ukrajnában miközben a svédek az eddiginél nagyobb mennyiségben szállítanak nekik archer önjáró lövegeket. Ezen kívül kitért a korábban két grippen vadászgépekre is. Ez az egyik legnehezebb feladatunk, de biztos vagyok benne, hogy sikerül. Most a grippeneknél sikerült áttörő eredményt elérnünk, amelyek menő, modern svéd vadászgépek. Lépésről lépésre, tárgyalásról tárgyalásra haladunk afelé, hogy a grippenek megjelenjenek az egünkön, mondta Zelenszky hozzátéve. Jelenleg azon dolgoznak, hogy az ukrán pilóták megkezdhessenek egy tréningprogramot ezeken a gépeken, amelyel kapcsolatban későbbre ígért tájékoztatást. Ukrajna elsősorban az amerikai F-16-os vadászgépekkel szeretné felturbózni a légierejét, de már hónapokkal ezelőtt felvetődött a Grippenek neve is a tekintetben. Elképzelhető, hogy végül mindkét gépet megkapják az ukránok. Közben Olexi Reznikov, ukrán védelmi miniszter, közölte, hogy már el is kezdődött az ukrán pilóták kiképzése az F-16-os repülőgépekre, amiben Hollandia és Dánia segít. Az F-16-osok átadásáról csak akkor lehet beszélni, ha az oktatók megerősítik az ukrán pilóták és a karbantartó személyzet megszerzett készségeit. A képzett személyzet száma határozza meg majd azt, hogy hány vadászgépet kap az ukrán légierő, mondta Reznyikov. Elfogytak Ukrajna lehetőségei, állítja a Washington Post. Ukrajna kifogyott a lehetőségekből az ellentámadás során, írta az amerikai napilap. A cikk szerint a megtorpanás jeleit mutatja az, hogy Kiev csupán néhány elszigetelt települést tudott visszafoglalni. Az oroszok támadásba lendültek keleten, valamint az ukrán pilóták F-16-osokra való kiképzése csúszik. Az ukrán sikertelenség pedig előrevetíti azt, hogy a konfliktus befagyhat, ezáltal pedig a nyugati támogatás is csökkenhet, véli a Washington Post. Hozzá téve, hogy az amerikai elnökválasztási kampányban valószínűleg felerősödnek majd azok a vélemények, amelyek szerint vissza kell fogni a Kievnek nyújtott katonai és pénzügyi támogatásokat. A szakértők úgy vélik, modernebb fegyverek vagy a tartalékerők teljes bevetése nélkül nem valószínű, hogy Ukrajna képes áttörést elérni. A nyugati és ukrán tisztviselők is óvatosan fogalmaznak az ellentámadással kapcsolatban. Most arra elismerik, hogy a vártnál lassabban halad, ugyanakkor kitartanak amellett, hogy folyamatosan haladnak előre. Az idő ugyanakkor az oroszoknak kedvez. Ősszel beköszönt a zord időjárás, az esős évszakban a harckocsik, harcjárművek pedig alig tudnak haladni. Amíg a szárazföldi műveletek lassan haladnak, az ukrán haderő a drón és rakétacsapásokkal próbálja megtörni az orosz védelmet. Ez ugyanakkor hívja fel a figyelmet a Washington Post, nem valószínű, hogy a háború mérlegét kijevi a vára billenti el. Az ukránok egyszerűen nem rendelkeznek megfelelő számú drón gyártásához szükséges kapacitással. Nem tudnak elég mélyen és elég sok célpontra támadni orosz területen belül ahhoz, hogy meggyengítsék Oroszország harci kedvét. Vélte Bob Hamilton, az amerikai hadsereg nyugalmazott ezredese, a Philadelphia Foreign Policy Research Institute Eurázsia programjának kutatási vezetője. A most következő tanulmány pedig Robert Szikasztel ajánlott a feltétlen elolvasásra, mint ami egybevág az általa másfél éve képviselt stratégiai állásponttal az ukrajnai háború kérdésében. A szerző Szabó József és biztonságpolitikai elemzése néhány napja a Facebookon jelent meg, ez következik most. Másfél évvel az orosz-ukrán háború kezdete után egyre gyakrabban vetődik fel a kérdés, hogy mi lesz, mi lehet ennek a háborúnak a végkimenetele lesz egyáltalán győztese a küzdelemnek, vagy csak veszteseket fogunk látni. Vannak olyan nézetek, hogy Oroszország ezt a háborút mindenképpen elveszítette, mások szerint csak vesztesei vannak ennek a küzdelemnek, Európát is beleértve, míg olyan vélemények vagy jóslatok is elhangzanak, hogy Ukrajna megnyeri ezt a küzdelmet. Kérdés persze az, hogy milyen elfogultsággal, milyen színeket magunkra mázolva, hiszen nagy divat ez manapság, milyen korábbi vagy újabb keletű lojalitásokkal vagy pozíciókból adódó elvárások diktáltak kötelezettségekkel fogunk neki a probléma megválaszolásához. És itt rögtön beleütközünk egy falba, írja Szabó József. Érdekes és feltűnő módon a mainstream harcosok forgatókönyvében nem szerepel az, hogy mi van akkor, ha mégis az oroszok győznek. Pontosítok, ha esetleg fel is merül bennük ez a gondolat, rögtön hozzáteszik, hogy az esetleges hadszintéri győzelem ellenére is veszítettek így múlt időben, mivel egyetlen stratégiai célkitűzésük sem valósult meg. Számomra kérdés, hogy tényleg így van-e, valóban semmilyen stratégiai célkitűzése nem valósult meg az oroszoknak? Ne legyünk vakok, nem becsülhetjük alá, vagy nem negligálhatjuk Oroszország stratégiai nyerességeit, még akkor sem, ha sokak szerint nincs is ilyen. Mert mi van akkor, ha Oroszországnak egészen mások a stratégiai megfontolásai és mérőszámai, mint a nyugatnak? Egyáltalán Oroszországnak miért is kellene nyugati módon gondolkodnia ezeken a kérdéseken? Ebből következzen megengedheti -e magának egy közép-európai, sőt akár egy európai elemző is azt, hogy csak egyfajta értékelési módon közelítsen ezekhez a nagyon is bonyolult probléma halmazokhoz. A folytatás előtt még egy gondolat. Rácsodálkozok mindig arra, amikor a győzelem elméletek kerülnek sorra. Nos, nem is ezzel van problémám. Teljesen természetes, hogy egy háborúban kell lennie valamilyen víziónak, amely csak is a győzelemről szólhat, még akkor is, ha a valóság másmilyen képet sugal. Azon szoktam morfondírozni, hogy ezzel párhuzamosan egyik félben sem merül fel a vesztés félelemérzete, és az erre a helyzetre épülő stratégiai forgatókönyvek sem. Sőt, a veszteség elméletet mindig a másik fél vonatkozásában állítják fel. Szóba sem kerülhet, hogy például nagy stratégiai területeken a NATO, mint mélyen elkötelezett fél ebben a proxi háborúban mit is veszíthet vagy veszített. Csak arról lehet olvasni, hogy mit is nyert. Bennem azért elég sokszor felmerül, hogy nyeressége a nyereség. A NATO újabb és újabb bővítési körei valóban csak és kizárólag nyerességként foghatók fel. Időben és történelmi helyzetekhez igazítva ezt a kérdést a válaszunk az, hogy egy darabig persze igen. Ám történt valami, ami a NATO részéről senki nem vett komolyan. A NATO bővítésének korábbi körei Oroszország gyengeségének időszakában történtek, pont ezt a gyengeséget használva ki. Oroszország maga is lehasalt, gazdaságában mélyen beengedte a nyugati tőkét és értekeket, aminek az eredménye az orosz ipar és benne a hadipar mély leépítése volt. Az újabb bővítési körök Oroszország hátsó udvarában azonban már háborús helyzeteket idéztek elő. Ezek a bővítési ígéretek Georgia és Ukrajna felé már nem a békét szolgálták. Ezzel párhuzamosan az új NATO tagállamok területén olyan amerikai rakétabázisok épültek ki, amelyek közvetlen fenyegetést jelentenek Oroszországra. A két alapfenyegetés eredője háború Oroszország határain és háború Ukrajnában, ám nem Ukrajnáért. Ezt nem értik sokan, vagy ha nagyon is értik, ezt próbálják megleplezni. Vegyük akkor sorban nyugati szemléletű állításokat, illetve kinyilatkoztatásokat. 1. Oroszország a háborút elveszítette, mivel stratégiai céljai közül egy sem teljesült. 2. Csak vesztesei vannak ennek a háborúnak. 3. Ukrajna elérheti a céljait és megnyerheti ezt a háborút. Ad egy. Hát én nem mernék ilyen határozott állításokat tenni. A háború egyelőre Ukrajna területén zajlik, Oroszország megszállva tartja Ukrajna valamivel kevesebb, mint 20%-át. Oroszország-Ukrajnával kapcsolatos stratégiai célkitűzéseinek teljesülései elég melbevágó képet mutatnak. Még úgy is, hogy sokan állítják, nem is igazán lehet tudni azt, hogy mik Oroszország stratégiai célkitűzései Ukrajna vonatkozásában. Ahhoz képest, hogy nem tudják, Ukrajnát eléggé tönkre vágták már. Az ukrán GDP minimum 30%-os visszaesése sokak számára nem jelent semmit sem. Számomra pedig azt jelenti, hogy Ukrajna a saját gazdaságának bevételeiből már nem tudja finanszírozni sem az államműködését, sem pedig a háborút. Egy ígéretre teszik fel minden lapjukat, szerint a nyugat támogatja őket, tart-ameddig tart a lapon, mármint ameddig a háború tart. Ezen kívül megszűnt az ukrán hadipar is. Nyugati támogatás nélkül nincs fegyver, nincs lőszer, nincs ellátmány, nincs üzemanyag. Manapság kevés szó esik a Krím félsziget stratégiai jelentőségéről, arról, hogy az orosz fél megteremtette a szárazföldi összeköttetést a félszigettel, és megoldotta a félsziget vízellátását és legalábbis ez utóbbit a Kahovkai gát felrobbantásának időpontjáig. Sokan elsumálkolják a Fekete-tengeri orosz jelenlét jelentőségét azzal, hogy de a Boszporusz török, vagyis NATO kézben van. Halkha jegyzem meg, eddig is abban volt, vagyis a stratégiai helyzet nem változott. Azzal viszont változott volna, ha az USA-Ukrán terveket sikerült volna keresztülvinni, és Szevasztopolból Szevaszt inteni az oroszoknak. Az orosz stratégiai sikertelt ezen a vonalon az, hogy meg tudta akadályozni az orosz Fekete-tengeri jelenlét visszaszorítására irányuló amerikai terveket, és egyelőre meg tudta őrizni a térségben eddig meglévő pozícióit. Az orosz stratégiai nyereségek közé sorolom azt is, hogy beltengerré tette az Azovi tengert. Stratégiai nyeresség az elfoglalt ukrán területek 12 000 milliárd dollárra értékelt nyersanyag készlete. A mezőgazdasági területek, a bányák, az ipari területek elfoglalása még úgy is, hogy szinte mindent újjá kell építeni rengeteg helyen. Oroszország továbbá megtámadta a szabályokon alapuló, az USA által uralt világrendet, és egy másik világrendet épít, amely törekvésében partnerekre is talál. E folyamatban látunk egy erősen megosztott Ázsiát, és egy lázadó Afrikát is, amely nem nagyon tűri a volt gyarmatosítók máig tartó gazdasági diktatúráját. Niger érdekes terepe lesz annak, hogy az orosz befolyás nőhete a világnak azon a szegletén. A fenti bekezdésben foglaltakkal összefüggésben említeni kell a kínai orosz kapcsolatok alakulását is. Sok elemző orosz stratégiai verességként láttatja a kínai orosz kapcsolatok dinamizmusát, és úgy értékeli ezt a helyzetet, hogy Oroszország nem csak hogy teljesen alárendelődött Kínának, hanem Peking számára egyenesen tehertétellé vált Oroszország. Én azt javallálem ezeknek az elemzőknek, hogy alaposabban nézzék csak meg, hogy miket és hogyan nyilatkoztak a kínai vezetők, aktuálisan épp az Oroszországban tartózkodó kínai védelmi miniszter, aki mintaértékű együttműködésnek nevezte a két ország kapcsolatait. Orosz stratégiai vereségként láthatják továbbá a NATO bővítését, azzal az indokkal, hogy orosz szándék volt a NATO bővítésének megakadályozása, ám ez a finn és a svéd csatlakozása kudarcba fulladt. Szerintem egy kicsit finom hangolni kellene ezt az állítást. Én úgy látom, írja Szabó József, hogy az orosz stratégiai célkitűzés a katonai politikai szervezet keleti irányú bővítésének a megakadályozása. A NATO északi terjeszkedése persze akár kudarc is lehet Moszkva számára, azonban nem ez volt a fő szempont. Moszkva minden esetre elég gyorsan reagált a NATO-nak erre a lépésére. Egyrészt egy új összfegyvernemi hadsereg létesítését helyezte kilátásba karéliai állomásosztatással, másrészt már telepített is egy osztály Bessen Pi partvédelmi rakétát, harmadrészt pedig gyorsan megmutatta a Viborgban a Jársz hadászati atomrakétáját is a finneknek. Sokan érvelnek azzal, hogy Oroszország számára csapás az, miszerint határainak hossza a finn csatlakozással 1300 kilométerrel nőtt, aminek a védelme erőforrásokat von el Oroszországtól. Én csak halkan meg, hogy ez fordítva is igaz. A NATO számára is új kihívás ez az 1300 kilométeres új határszakasz, amelyen már megjelent egy újonnan létesített orosz összfegyvernemi hadsereg és az orosz atomcsapás mérőerők egy része. A finn NATO csatlakozásról sok elemző úgy véli, hogy ennek számos előnytelen hatása van az oroszok védelmi képességeire. Egyrészt közvetlen fenyegetés jelent Szentpétervárra, másrészt erőteljesen beszűkíti az oroszok mozgási lehetőségeit a balti tengeren. Harmadrészt pedig megváltoztatja az északi tengeri útvonalakon eddig kialakult befolyási övezeteket. Nos, ami Szentpétervárt illeti, ugyan nézzünk már rá a térképekre. Szentpétervár nem a Fin csatlakozással került a NATO közvetlen hatókörébe, hanem a balti államok csatlakozásával. Helsinki pont akkor a távolságra van Szentpétervártól, mint Tallinn. Észország keleti csüske pedig közelebb van Szentpétervárhoz, mint Finnország finnöböli határa. Vagyis, ha csak Szentpétervár veszélyeztetettségét nézzük, akkor semmi sem változott a finn csatlakozással. Ami viszont változott, az a nyolc dandárnyi szárazföldi erő, amit a finnek hozzá tudnak tenni a NATO közös védelméhez, valamint az, hogy háborúban összesen 280 ezer főt tudnak mozgósítani. Ami az oroszok balti-tengeri úgymond beszűkült mozgásterét illeti, az ideáig is elég problémás volt. A balti-tengeri kiáratok eddig is a NATO ellenőrzése alatt voltak, a tényleges veszély pedig sokkal inkább a Rezikovói amerikai rakétabázis jelenti Szentpétervára és az oroszok balti tengeri flottájára. A térségben beszűkült orosz mozgástér viszont felértékeli a fekete tengeri pozíció megőrzését, illetve az északi tengeri pozíciók megerősítését is. És most egy kitérő után kanyarodjunk vissza a NATO újabb keleti bővítésének tervéhez. A háborúka egyértelműen Ukrajna NATO taggá válásának lehetősége volt. Amíg a NATO korábbi keleti irányú bővítései az adott országok számára a biztonság növelését szolgálták, addig Ukrajna esetében a taggáválás már kázuszbelli belli volt. Ha nincs 2008 és Ukrajna taggáválásának meglevegtetése, majd 2014 után Ukrajna nyugati felkészítés az Oroszország elleni háborúra szerintem nincsen háború sem. Ebből következzen szerintem teljesen hibás és félrevezető azon elemzők értékelése, amely tisztán területszerző háborúnak próbálja beállítani az oroszok lépését. Vagyis a következtetés teljesen egyértelmű. Mindaddig, amíg Ukrajna NATO-tagsága napirenden van, a háború folytatódni fog. Úgy néz ki, hogy ebben nincs kompromisszum. És ebbe Ukrajna. Bele fog pusztulni. A NATO főtitkárának kabinett főnöke ugyan meglebegtette, hogy Ukrajna-NATO tagsága esetleg lehetséges lenne, ha az eddig megszállt területeinek egy részéről lemond. Érdekes összefüggést vélek felfedezni ezen politikailag szinte súlytalan kijelentés között, aminek azonban van egy egyértelmű üzenet az oroszok felé és egy amerikai elemző értékelése között, amely szerint Biden elnök döntés az F-16-os repülők és az Abrams harckocsik Ukrajnának történő átadásának kisletetésére, az oroszok felé jelzés egy esetleges tárgyalás megkezdésére. Hát, meglátjuk, hogy mit hoz ebben a jövő. Érdekes fejlemény volt továbbá a Jeddai békekonferencia. Ez Ukrajnáról szólt, arról, hogy az ukrán 10 pontos béketerv legyen az alapja a következő tárgyalási fordulóknak. Kopenhága után ez volt a második ilyen forduló, amire pont Oroszországot nem hívták meg. Vaj, hogyan képzelték el a konferencia kezdeményezői azt, hogy az ukrajnai béke elérésében bármire is juthatnak Oroszország nélkül. Érdemes felidézni a brazil álláspontot, amely egyébként szorgalmazta Moszkva bevonását is a folyamatba. A szaudarábiai csúcs találkozó részvevő országok nagy részének nem áll szándékában állás foglalni abban, amit szuper hatalmi versenynek tekintenek, és a háború kezdete óta ellenállnak Washington nyomásának, hogy orosz ellenes álláspontot képviseljenek, és ez nem csak az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktusra vonatkozik, mondta Celso Amorim, Lula da Silva brazil elnök tanácsadója. Aztán mostanában kezd kiderülni, hogy a konferencia leple alatt valójában egy amerikai kezdeményezést próbáltak elindítani: India és az arab világ egy jó részének a gazdasági együttműködésének az előkészítését, ellensúlyozandó a kínai sejemút terveket, miközben Oroszországnak jelenleg sem katonai ereje, sem gazdaság ereje, sem lakosság mérete nincs ahhoz, hogy döntő tényezője legyen a világban alakuló folyamatoknak. A fentéket tehát ebben a bő keretben kell értelmezni. Az, hogy változhat-e ez a helyzet az ukrajnai háború megnyerésével, új és potens haderő felépítésével és a haderőt szinte korlátlanul támogatni tudó ipari bázis megteremtésével és fenntartásával, az a jövő zenéje lehet. Ez volt tehát a háború hírei 2023. augusztus 21-én Morvai Péter szerkesztőt hallották, este ismét jelentkezünk a hetek napi hír összefoglalójával, holnap reggel pedig a háborúk hírei újadásával. Ha szeretnének ezekről és más műsorainkról előre értesülni, kérem iratkozzanak fel a csatornánkra, és állítsák be az értesítéseket is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb is!